színtelen oldatnak az azonosítása. Az egyik kémcsőben nátrium-hidroxid oldat van, a másikban pedig ammónium-hidroxid oldat. A kísérleti leírás szerint három oldat áll rendelkezésünkre ezek azonosításához. Sósav oldat, nátrium-hidrogén karbonát oldat és rézszulfát oldat. Mi a sósav és a nátrium-hidrogén karbonát oldatot már ki sem készítettük, hanem a rézszulfát oldattal próbáljuk meg eldönteni, hogy vajon melyikben lehet a nátrium-hidroxid vizes oldata, és melyikben lehet az ammónium-hidroxidnak a vizes oldata. Mind a két kémcsőbe cseppentek rézszulfát oldatot. Egyből világos kék csapadék jelent meg az egyik kémcsőben. Most a másikba is cseppentek. Ebben is a falon, ahol a kémcső oldatot tartalmazott, egyből csapadék jelent meg, de ahogy ez a csapadék lefolyt az oldatba, szép négykék színűvé változott az oldat, áttetszővé, és nem lehet benne csapadékot látni. Öntsünk további mennyiségű rézszulfátot mind a kettőhöz. Ebben a kémcsőben semmi változást nem tapasztaltunk, csak annyit, hogy még töményebb, még zagyosabb lett az oldat, de a csapadék ugyanúgy megmaradt. Tehát mindvégig csapadék volt benne. Ebben a kémcsőben pedig, hogyha további rézszulfátot adok hozzá, még mindig szép, mély kék oldatunk van. És most már ennek az oldatnak az alján is megjelent a világos kék tűnő, legalábbis ebben a szép mélykék oldatban is világos kéknek tűnő csapadék. És azt hiszem, jól látszik a két oldat közötti különbség. Az egyik oldatban, amelyikben egyből megjelent a csapadék és további rézszulfát hatására is csak egyre több és több csapadék lett, ez a nátrium-hidroxid lehet, illetve annak a vizes oldatát tartalmazhatta ez a kémcső. A másik kémcsőben pedig, ahol először mélykék oldatot kaptunk, majd további rézszulfát hozzáadására jelent csak meg a csapadék a kémcsőnek az alján, ebben ammónium-hidroxid oldat volt. Mi is magyarázhatja azt, hogy az egyikben csapadékot, a másikban pedig először csak oldatot kaptunk, és csak később jelent meg a csapadék. A táblára fölírtam, hogy mi történik, amikor a rézionok a hidroxidionokkal találkoznak. Egyensúlyi reakcióban egy világos kék színű rézhidroxid csapadékot képeznek. Ammónia fölöslegben azonban ez a rézhidroxid csapadék komplex rész tetraamino iont képez, amely vízoldékony. Az ammónium-hidroxid oldatban tehát azt láthattuk, hogy a kezdetben a hidroxidionok hatására képződő csapadék az ammónia fölöslegében, hiszen ne felejtsük el, itt ammónia fölösleg volt, és csak lassan adagoltuk hozzá a rézszulfát oldatot. Először komplex ionok formájában föloldódott, majd amikor már a rézionok mennyisége annyi volt, hogy nem jutott elegendő ammónia a komplex képzésre, akkor jelent csak meg az oldat alján a rézhidroxid csapadék. Kísértetiesen hasonlít, illetve emlékeztet ez a reakció
arra, amikor feeling próbát végezzük el. A feeling próba, feeling egy reagense részszulfát oldat, amit utána nátriumhidroxiddal lúgosított nátrium tartalmát oldattal öntünk föl, és aki már öntötte össze, ott pont fordítva, ott a részszulfát oldathoz öntjük a lúgos ammóniumhidroxid oldatot tartalmazó oldatot, és először a csapadékot kapjuk, hiszen kevés az ammónia az oldatban a komplex képzéshez, de a továbbiakban, hogyha kis sikeres reakciót akarunk látni, és a vizsgálandó anyag tényleg aldehid, akkor annyi feeling 2 oldatot kell adnunk a feeling 1 reakció elejhez, hogy a csapadék eltűnjön, és az ammónia fölöslegében egy ilyen komplex ion